Az év első rendkívüli közgyűlését tartották szerdán délelőtt a Vármegyeháza dísztermében. Az ülés 6 napi rendi pontja közül kiemelt jelentőséggel bírt a Vármegye előzetes integrált területi programjáról szóló dokumentum módosított verziójának elfogadása. Sesszák Oszkár, a közgyűlés elnöke elmondta, a program irányelvei alapján valósulnak meg a TOP plusz beruházásai a következő években. A dokumentum módosítását pedig az Európai Irányítóhatóság döntései indokolták. Ezeket vezettük át az ország számára adott operatív program, illetve a helyi integrált területi programokon is a vármegyei önkormányzatok valamennyie ezt a dokumentumot újra kellett, hogy alkossa a irányítóhatóságnak a vezetésével vagy iránymutatásai alapján. Élénk párbeszéd folyt az elmúlt hónapokban az irányítóhatósággal, és mégis ennek alapján született meg az a dokumentum. Alapvetően ugyanazok a célok, mint az előzőekben voltak. Formai kiegészítések, illetve hangsúlyok változtak meg. Nagyobb hangsúlyban a felzárkóztató programokra, így az Európai Szociális Alapnak a forrásaira is. Ott külön elvárások voltak, hogy azokkal a társadalmi helyzetű, hátrányos társadalmi helyzetű csoportokkal milyen módon foglalkozunk, amelyek addig is részét képezték a programnak, de így nagyobb hangsúlyt fektetnek az Európai Bizottság elvárásai alapján elsősorban. A témával kapcsolatban Veres János szocialista képviselő azt hangsúlyozta, a közgyűlésnek egyöntetűen fel kell lépni az ellen, hogy a módosítások ne befolyásolják a programban eddig sikeresen pályázók már korábban megkötött szerződéseit. Veres János hozzátette, a módosított feltételrendszerhez nagyobb forrásfedezetre lesz szüksége a pályázóknak. Ezzel a mostani módosítással olyan új támogatási célok is bekerültek a integrált program támogatási céljai közé, amelyek korábban nem szerepeltek, és érdemi forrás ezekre a célokra jelen pillanatban nem nagyon van. Van bizonyos forrás, de ez nem elégséges nyilvánvalóan. Én azt is fontosnak tartom, hogy abban legyen egyetértés közöttünk, hogy a következő időszakban, hogyha bármilyen módon növekvő forrással számolni lehet, akkor ezek az új célok magasabb forrás fedezettel kerülhessenek meghirdetésre, annak érdekében, hogy érdemi pályázatok is benyújtásra kerülhessenek, azaz ne csak látszat pályázatok nyíljanak meg, hanem ott legyen mögötte forrásfedezet is, hogy több pályázó tudjon érdemi pályázatokat benyújtani, és ezekről hozzon majd a közgyűlés a későbbiekben döntést. A rendkívüli közgyűlésen a képviselők elfogadták 4 terület és településfejlesztési operatív programban megvalósítandó beruházás költség növekmény igényét. Változás lesz emellett abban is, hogy a közszolgálatáért díj adományozására a közgyűlés részéről a későbbiekben nem csak az elnök és a jegyző, hanem a teljes közgyűlés javaslatot tehet. A képviselők legközelebb a tervek szerint április 26-án tárgyalnak a vármegyét érintő fontos kérdésekről rendes ülés formájában.